Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye civil közösségi szolgáltató központját továbbra is a Hieroteus Egyesület működteti, jelentette be Kis András a megyeházán. A február 1-jéhez, a civilek napjához is kapcsolódó sajtótájékoztatón az Egyesület főtitkára azt mondta, a civil közösségek a megye minden településén jelen vannak, ezért a miniszterelnökség azt a célt tűzte ki, hogy legyen számukra egy szervezet, amely a programszervezés mellett jogi, pályázati, könyviteli és egyéb információs segítséget is tud nyújtani. Nagyon nehéz időszak volt az előző időszak, és ebben az időszakban a Hieroteus Egyesület vitte ezt a feladatot, és nagyon megszerettük ezt a munkát, hiszen azt láttuk, hogy akár a pandémia esetén, a segítségnyújtás területén a civil szervezetek maradandót alkottak. Akár most a háborús helyzetben, amikor az energiaáremelkedés, azok a civil szervezetek, akik kitartanak, akik rendezvényt szerveznek, akik közösséget teremtenek, akik a nehéz helyzetben is megtartják a különböző eseményüket, programot adnak a helyi lakosságnak, a helyi polgároknak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a közösségi élmény ne szakadjon meg. A bezárkózás érzését, az emberi kapcsolatok hiányát a pandémia alatt megéltük. És azt gondolom, hogy mindannyiunk közös kívánsága, hogy ne kelljen még egyszer megélni. És a civil közösségeknek, a civil szervezeteknek ebben nagy szerepe van. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ezért is volt magától értetődő, hogy mi erre pályázni fogunk, és a miniszterelnökség pedig ezt követően úgy döntött, hogy tovább folytathatjuk ezt a munkát, igyekszünk legjobb tudásunk szerint ellátni. Kis András hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 országgal is szomszédos vármegye, ezért különösen fontos, hogy a civil közösségek a határmenti testvértelepülésekkel is szorosan együttműködjenek. Nagyon sok kapcsolat alakult ki a Kárpát-medencében a külhoni magyar közösségek és az anyaországi közösségek között, leginkább a testvértelepülési mozgalom, a testvértelepési kapcsolatok alapján. És ne felejtsük el, hogy minden településen ott vannak a civilek. És a helyi tűzoltó egyesületek, a helyi iskola alapítványok, a helyi kulturális szervezetek együttműködnek. És minden egyesületnek sok esetben van egy romániai, erdélyi, vagy épp egy kárpátaljai, vagy egy felvidéki, vagy egy vajdasági partnere. És ezeket a testvérkapcsolatokat is érdemes civil oldalról is megvilágítani. Hiszen ezek a kapcsolatok átszövik a Kárpát-medencét. Ezek az egyesületek elmennek egymáshoz, közösen lépnek föl, egymás rendezvényein jelen vannak. Ápolják a nemzeti összetartozást. Az összetartozás ápolásának egyik jó példája Kis András szerint az is, hogy a civil díjazottak között mindig szerepel egy határon túli szervezet is. Az idei civil díjakat február 2. hetében tervezik átadni. Emellett ugyancsak februárban folytatódik a civil véradás a Hieroteus szervezésében. Az önkéntesek legközelebb február 20-án adhatnak vért a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatalban.